milyen csodálatosak az igazi vadon élő állatok! Vajon tudjátok-e, hogy mitől csíkos a zebra? Mennyit fal egy elefánt ebédre? Milyen gyors a gepár? Gonosz-e a krokó? Rokonotok-e a csimpánz? Miért kell az oroszlánnak ekkora söré? Mindjárt megtudjátok a választ, csak figyeljetek! A National Geographic bemutatja az igazi vadon élő állatokat. Igazi vadon élő állatok. Kezdődik a táncos szafári. Bizony, fiúk, Bukfenc vagyok, a bolyongó földgolyó. Ma a világ legvadabb vidékére látogatunk. Én már csak tudom. Afrika, páratlanul érdekes vidék. Annyi különleges állat él errefelé. Kitalálod-e, hogy melyik a kedvencem? A gazella? Hát nem az. A krokodil? Az túl hamis. Talán a gnú? Oh, a szomorú. Bezzeg az oroszlán, csodamódhat rám. Bámuljatok csak, mert leginkább őt csodálom, ő az úr ezen a tájon. Jöhetsz, Leo! Ő az úr, a hegyeken túl, meg a réteken. Látod, oly büszke lények, sörényükön csillan a fény. Amivel mosakodnak, az nem szivacs. Néha ülnek fenn a fán, onnan bámulan a család. Elszundít, hát fel ne rázd, csak zavarnád a szép állát. A portjára indul az oroszlán, hát jól vigyázz, hiszen ő a király. Oly remek, ordít, még a föld is reng. Most hallgass, róla szól egy dallam, mire válaszol a királyi hang. Hey mamma mareo! Ahol nagymacskák élnek, csak is izgalmas hely lehet. Hogy merre van? Nézzük csak. Afrika, 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 hova is tehettem? Ah, ja persze, itt van. Az egyenlítő fölött kezdődik, és messze délre nyúlik. Afrika óriási kontinens. Ha az állatok érdekelnek, kezdjük mindjárt itt, a Szerengeti síkságon. Szinte nyüzsögnek itt az állatok. Mindegyik érdekes. Van, amelyik erős, van, amelyik fürge, és van, amelyik kegyetlen. Ez sajátosságuk tartja fenn őket. Így működik a túlélés törvény. Egész Afrikában érvényes ez a törvény. Hé, lassan a mancsal, cicukám! A túlélő meccs néha elég durva. Van, amitől jobban félnek az állatok, mint egymástól. A legkeményebb ellenfelük a mostoha éghajlat. Errefelé ismeretlen a tél meg a nyár. Itt csupán két évszak van. Az esős
Jaj, meg a száraz! Tehát könnyen megjósolható, hogy milyen idő lesz. Időjárás jelentés következik. Serengeti Szepi heti előrejelzését hallják a Serengeti térség teljes területére. Ma derült, napsütéses idő várható, tikkasztóan száraz kánikula. Holnap hasonló idő lesz, derült, meleg és száraz. Holnap után derült, meleg és száraz. Távlati prognózis a következő körülbelül 5 hónapra. Reggelente felkel a nap, és zavartalanul tűz le minden élőlényre, úgyhogy aki élelmet vagy vizet akar találni, azt felkerekedik, és igyekszik jobb helyet találni. Elegetek van a szárazságból? Jó, ugorjunk egyet. Június, július, augusztus. Még tovább. Megint a gnuk. Szeptember, október. Hoppá, itt vagyunk. November van, és úgy látszik, esni fog. Te jó ég, nagyon ránk fér. És megint Serengeti Szepi. Az biztos, hogy ma esni fog, meg holnap és holnap után is. És heteken át zuhog majd. Csuromvizes leszek, bőrigázom, pancsolok és daggonyázok. Az állatok csapzottak lesznek, csatakosak, és úgy bűzlik a bundájuk, mint a köszi Szepi, mi is látjuk. Hirtelen kisarjad a fű, bőven van víz, és minden állat rohan, hogy enyhítse éhét és szomjúságát. Helikopteres utinform jelentés Pard Spicitől! Jelentkezem! Az egész szavanna útra kelt. A helyközi elefántjárat kilométeres sorokban szammog. Ha valaki gyorsabban akar eljutni az ivó helyére, ajánlom, hogy menjen kerülő úton. Csak hogy nehezen találni kerülő utat. Mindenütt szomjas gnuk blokkolják a Serengeti síkság útjait. Az esős évszak során a csordák több ezer éve ugyanazon az úton közlekednek. A rendszeres hosszú utazásokat migrációnak, vándorlásnak nevezik. Résztvevőit a nap minden órájában kemény megpróbáltatások várják. Hoppá, ez frontális ütközés. Az esős évszakkal Afrika szerte minden megújul. Gölykök születnek, virágok sarjadnak, újra zöld el a fű. És új tánclépések. A régi veszély is megújul. Van itt néhány ragadozó kedvű fickó, például gepárdék. Ravaszak és könyörtelenek. A szépen gömbölyödő növényevők képezik táplálékukat. Egy újszülött gazella első lépéseire készül. Egy éhes szempár követi mozdulatait. A nyílt terepen nincs idő hosszas próbálkozásra. A kicsinek perceken belül járnia kell, de még jobb, ha futni tud. A gepárd 100 kilométeres sebességgel szalad. Ha az ember ennyivel vezet, meg is büntethetik. Kis gazellának úgy látszik, nincs esélye, ám ez a közjáték más ragadozó figyelmét is felkeltette. Az oroszlán hölgy megkergeti a gepárdot, s ez alatt a kis gazella elinal. Sajnálom, gepárd, a mai ebédnek lába kelt. Az ilyesmi rendszerint másként végződik, de a szerencse most a gazella bébinek és a mamájának kedvezett. Leginkább az állatkölyköket szerettem, a flamingó fiókákat, a gnú csemetét. Ó, picikém! Hé, pajtás! Játszadoz, de vigyázz, hová nyúlsz a fáról, hogyha lúgsz. Új vagy tetre kész, jól gondold meg, merre mész. Ó, pajtás! Pózolj, hogyha kérlek, pajtás! Mindjárt kész is lesz a kép, pajtás! Majd meg esznek, túl szeretnek, apróságot ölbe vesznek. Hé, pajtás! Csak ugráljál,
nem a veszély izgat, új móka vár. Na még, na még, na még. Kergetősz, fára mász, de otthon légy, ha mamád vár. Ó, pajtás, búzulj, hogyha kérlek, pajtás. Mindjárt kész is lesz a kép, pajtás. Majd meg esznek, úgy szeretnek, apróságot ölve vesznek. Futás, na szaladj! Pajtás, búzolj, hogyha kérlek, pajtás. Mindjárt kész is lesz a kép, pajtás. Majd megesznek, úgy szeretnek, apróságot ölve vesznek, pajtás. Búzolj, hogyha kérlek, pajtás. Hé, álljunk csak meg! Álljunk meg egy percre! Ez olyan, mint egy kölyök. Úgy is viselkedik, pedig nem gyerek már, felnőtt állat, és úgy nevezik fülesmaki. És nem csak a szeme nagy, hanem az étvágya is. Most éppen lepkére vadászik. Desszert gyanánt egy nyalatnyi édes gumifa nedv. De hogyan jut a fülesmaki ehhez a csemegéhez? Ezek a kis fickók képesek 5 métert ugrani. Nem fogjátok elhinni, egy autót is átugranának. Na, mit mondtam? Amint látjuk, fülesmaki anyuka épp leugrana ennivalóért. Csak hogy nincs bozót babysittere. Vajon mit kezd addig a kicsinyével? Biztonságos helyen hagyja. Ott marad-e a pici? Mert hogy nagyon kíváncsi. Akárcsak oda len az az éhes macska kígyó. Micsoda szerencse, nem kószál túl messze. Jegyezd meg, kicsikém, ne állj szóba sziszegő idegenekkel. Hú, így már jobb. És most egy figura Afrika bűnözőinek listájáról. Ismeritek ezt a rablót? Nézzétek meg, jól nézzétek meg. Ez a nílusi krokodil, ő a mosolygó gyilkos. Más néven Crocodilus niloticus, avagy a nagy tépőfog. Vigyázzat! Veszedelmes és fegyvere is van, szemléleírás a következő. Hossza 6 méter, súlya megvolna 1 tonna. Természete hidegvérű és hidegfejű. Megjelenési formái méregdrága kézitáskák képében mutatkozik. Fogazata? Hihetetlenül hatékony. Ebben a hátborzongató jelenetben a rabló egy gyanútlan antilop csapatot támad meg, amely szomját oltani ment a folyópartra. Láttatok már antilop táncot? Ja! Hajszálon múlt. Ők is azt mondják. Szeretném bemutatni nektek a majmok barátját. Jane Goodale több mint 30 éve jött Kelet-Afrikába, hogy a vadon élő csimpánzokat tanulmányozza. Ugye, Jane? Mindegyik külön egyéniség. Akárcsak az embereknek, nekik is vannak érzelmeik. Olyanok, mint élvezet, öröm, szomorúság, reménytelenség, félelem. Én már tudom, hogy vannak érzelmeik. Biztos vagyok benne, és nem csupán képzelem. El sem hinnétek, mi mindent látott Jane a távcsövével. Rájött, hogy a csimpánzok, akárcsak az emberek, ragaszkodnak egymáshoz. Az anyák gondoskodnak a kicsinyeikről.
A hímek ört állnak, hogy jelezzék a veszélyt. A csimpánzok közösségi lények. A szomszédok azért néha kicsit hajba kapnak. Bev? Hiszitek vagy nem, de így köszön a csimpánz. Hello, örülök, hogy újra látlak! Közöttük is van olyan, aki megjátsza magát. Ő itt az alfa hím, más szóval ő a vezérhím. Talált egy parfümdobozt Jane táborában. Főnöki posztján elég rátarti. A csimpánzok persze nem csak vadulni és rombolni tudnak. Értik a módját, hogyan kell finoman érinteni. Oda néz, még pacsit is adnak egymásnak. Ahogy a felnőtt emberek, ők is képesek megnyugtatni, megvigasztalni a rémült, szomorú gyereket. Ó, hát nem megható. Na, csak azért, mert a szabadban élsz, még nem kell koszosnak lenned. A csimpánzok sok időt töltenek egymás tisztogatásával, ami a barátságot is erősíti, és mellesleg némi rágnivalóhoz is jutnak ezáltal. A csimpánzok együtt pihennek, és együtt építik fészkeiket is. Mivel mindig úton vannak, mindig újabb és újabb ágyakat csinálnak egymás mellett. El tudod képzelni, hogy egy fa tetején aludjál? És ha a csimpánzok úgy hasonlítanak az emberre, Jane azt is szeretné kipróbálni, milyen csimpánznak lenni. Ez aztán az elkötelezett kutató. Hát persze ő a luxus lakosztályt kapja. Még a csimpánz kaját is megkóstolja. Persze, ha nem szereted a bogyókat, még mindig ott vannak a rovarok. Kér valaki friss termeszt, fiúk? Gyerünk, Jane, kóstold meg a termeszt. Jane azért még nem csimpánzolódott annyira. De hé, nem tűnik fel valami furcsa azon, ahogy esznek itt ezek a fickók? Botokkal piszkálják ki a rovarokat, vagyis eszközt használnak. És mi történik, ha egy csimpánznak dióra fáj a foga? Hát errefelé ritka a diótörő, de ezek a nyugat-afrikai csimpánzok mégis találnak. Ami ugye megint eszköz, és ez egy állattól nem kis teljesítmény. Persze a csimpánzok mindenben remekelnek, ezért főemlősök. Vagyis olyan állatcsoport, aminek minden tagja nagyon okos. A hüvelykújjuk pont úgy áll, mint a tiéd, és a szemük is elég jó a kajakutatáshoz. A gorillák is főemlősök. És a füles makik is. És talált ki, hogy még kicsoda. Bizony, a csimpánzok nagyon hasonlítanak rátok, barátaim. Persze kicsit alacsonyabbak és szőrösebbek, de úgy is mondhatnánk, hogy rokonok. Nagy család, nagy család.
És most az igazi vadon élő állatok bemutatja hatalmas háziállatait. Miért ragadna le Blöki nézegetésénél, mikor lehet óriási nagy, daruként is használható zsiráfia? Ki akar egy icike-picike halacskát, mikor egy hatalmas elefánttal sokkal jobban lehet játszani? Gondoljon csak a sétáltatás gyönyöreire. Mi többet nyomunk alatba, vegyen gorillákat. Óriási választék, elefántok minden színben kaphatók, csak szürke legyen az a szín. Mindez önne csak 30 fityingébe kerül, és egy doboz macska eledelbe. Hívjon bennünket még ma! Na, állj csak meg egy pillanatra. Zsiráfok, gorillák. Ezek vadállatok, nem lenne helyes otthon tartani őket. Bár előfordul néha, hogy a természet némi emberi segítségre szorul. Ismerek egy hölgyet, aki elefántokat enged a házába, mert hogy árván, orvadászok ölték meg a szüleiket. Az orvadász olyan ember, aki az agyarukért öli meg az elefántokat. De ezeknek a kis árváknak szerencsére ott van Daphne Sheldrake. Ellie és Ollie azonban nem marad itt sokáig. Már kiválasztottak nekik egy pótelefánt anyukát. Igaz, Daphne? Át fogom neki adni ezt a két kis elefántot, amint egyévesek lesznek. Addig még van 6 hónap. Ő tőlem, hogy megtanulják az elefántságot. Azt én nem tudom nekik megtanítani. Egy elefántcsordában barátok és rokonok között lesznek. Azt hiszem, ez így helyes. De most még messze van a 6. hónap vége. Daphne csapatának addig is naponta több mint 23 liter elefántbébi ételt kell adnia Ellie-nek és Ollie-nak. Az pont 100 emberi cumis üvegnyi. Az elefánt gyerekeknek ennyi kaja kell, hogy rendesen növekedjenek. És nőnek is. 4 méter magasra és 6 tonnára, vagyis olyan hatalmasra, mint egy elefánt. Köszönöm! A felnőtt elefántoknak rettenetes étvágyuk van. Naponta több mint 135 kiló füvet és levelet emésztenek fel. Szereti a zöldséget, mi? És két étkezés között nincs is jobb, mint egy kis sárdagonya. A sárban nem csak játszani jó, de a bőrüket is befedi. Ez a világ legjobb rovarirtója. Az a beépített cső az ormány, és 100 000 izom van benne. Használható olyan finom dolgokra, mint egy levél letépése a fáról. Vagy olyan hatalmasra, mint egy egész fa ledöntése. A csorda vezére mindig egy nőstény elefánt. Míg a papák távol vannak, a bozótban császkálnak, a többi elefánt mama vigyáz a kicsinyekre. Erről jut eszembe, itt az ideje, hogy Ellie és Ollie visszatérjen a dzsungelbe. El tudjátok képzelni, milyen lehet emberek közt nevelkedni, aztán elefántok közé csöppenni? Mert ezek aztán igazán nagyok. Nem hasonlítanak a kedves házi nénire. Hé, várjatok meg! Azért az elefánt mama a legjobb anyuka. Épp ez kell Daphne árváinak, akiknek még sok a tanulnivalójuk. Például, hogy csak felemelt ormánnyal fussanak. Most térjünk vissza a fantasztikus gerezamajmok folytatásos történetéhez. Amikor legutóbb elbúcsúztunk hőseinktől, a gerezáktól, mindenki rohant, hogy egy pillantást vethessen a csöpségre. De az erőszakos Colli néni többet akart. Adj csak ide, ordította. Hadd ölelgessen meg a kis édest. Azt már nem, felelte a mama. És mit szólnál egy hátvakaráshoz? A mama húzódozik. Erre váratlanul? Mi lesz most a kicsinyebbel? Az igazság az, hogy a kicsiket körbe adagatják a gerezák. Minden anya és nagynéni segít a gyerekek felnevelésében. Hogy apa mit csinál? Hát folyton őrt áll. Ajaj, egy koronás sas.
Ez az óriás akár egy felnőtt majmot is el tud ragadni a fáról. Apuci figyelmeztető jelére mindenki lehúzódik az alsóbb ágakra. Már megint a túlélés törvénye. Errefelé, ha egy állat nem vigyáz magára, könnyen zsákmánnyá válhat. Ha megmenekül, akkor egy másik állat éhes marad. Így módon minden élőlény kapcsolatban áll egymással. Minden állat, amelyik eszik, és minden állat, amelyet megesznek, része annak a rendszernek, amelyet táplálékláncnak nevezünk. Most elmondok 10 érvet, hogy miért jó a tápláléklánc csúcsán lenni. Első érv: ha a tápláléklánc legalján motoszkálsz, akár egy béka is bekaphat. Második érv: ha béka vagy, félned kell a nagyobb békáktól. Harmadik érv: ha nagyobb béka vagy, megehet valamelyik kígyó. Érvek 4-től 10-ig. Mivel te, meg te, szóval ti mindannyian emberek vagytok, ti álltok a tápláléklánc csúcsán, titeket senki sem akar megenni. Remélhetőleg. Ez egész érdekes. Egy jó nóta, egy csinos arcocska, váltogatom a tévécsatornákat. Hát ez meg miért fekete-fehér? A zebrák a lovak családjának legfurább tagjai. Azon kívül, hogy fekete-fehérek, mit gondoltok, miért vannak csíkjaik? Nem azért, hogy jól látszanak a kockás takarón. A csíkok az álcázáshoz kellenek, hogy a ragadozók ne tudjanak kipécézni egy zebrát. És miközben az ellenséget megtéveszti, a zebráknak segít felismerni egymást a csíkozás, mivel nincs két egyforma mintázatú állat. Egyik sem pont olyan, mint a másik. Legfeljebb csak a szépségét tekintve. Mikor ömlik a fény, a ménesünk készen áll. Az egység erő, száz szempár rád vigyáz. Ha veszélyes hangot hord felénk a szél, ménesünk megindul, hogy káprázol belém. Nézd, a csíkunk megvéd, mintánk takar. Nézd, egyé kavar, míg a ménes rohan. Nézd, nincs semmi baj. És bőven van víz, ott szél. De ha dúl az a száj, mind útra kér a nép. Fürge párok és kis csikók, a csíkok úgy ragyognak, hogy az kápráztató. Nézd, a csíkunk megvév, mint kavar, míg a mémes rohan. Nézd, nincs semmi baj, nincs semmi baj. A most következő képeket egy csodagusta állat jóvoltából láthatjátok. Álljunk meg egy pillanatra, mi az, hogy guszta? Ez egy túlméretezett egér. Ez a szurikáta. E fura kis lények a legszárazabb sivatag lakói. Itt élnek lent délen, a Kalahári sivatagban. Ásni tudni kell, ez a manguszta mottója. Azért ásnak, hogy találjanak egy-két ehető férget. Elég nehezen keresik meg a betevőjüket, ugye? Persze van, ami könnyebben kerül elő. Például a skorpió. Akár hiszitek, akár nem, a mangusztára nem hat a mérge. A manguszta is beleilleszkedik a táplálékláncba. Mondd ki, jó, milyen harapni való lenne belőlük?
Hé, kobra, nem akarsz fogócskázni? Ha? Maradjatok, vagy baj lesz. A manguszták mindig résen vannak. A manguszták mindig összetartanak. Míg egyesek élelmet keresnek, mások ört állnak. Rossz odafent gebeszteni a kiszáradt fán? Hm? Persze, hogy otthon hagyta a napernyőt. Ó, a sakál készülődik valamire. Ideje szólni a többieknek. A manguszták keresztül húzzák a sakál számításait, míg az el nem üget. Azért jobb figyelemmel kísérni az útját egy termeszvár tetejéről. Ezen a vidéken mindenki folyton készenlétben áll. Afrikában a veszély ezerféle alakban és méretben bukkanhat fel. Azt gondoljátok, az orrszarvúnak nincs mitől félnie, varázserő rejlik a szarvaiban. De ez sem védi meg az orrvadászoktól. Azok, akik az agyarukért öldösik az elefántokat, a rinocéroszokat is pénzért vadásszák. Nem tudják, hogy sokkal többet érnek élve, mint holtukban. Hogy mitől olyan különlegesek? Attól, hogy már több millió éve ugyanúgy élnek a földön. Öregebbek, mint a legrégibb csomag fagyasztott kelbimbó a frigideretekben. Az igazság az, hogy az orrszarvú nem dúva természetű. Csak akkor verekszik, ha muszáj. Még csak nem is húsevő. Jobban szereti a növényeket, például az akáciát. Hú, de finom. Hát a rinó bébik tejen nevelkednek. Az orrszarvú mama 3-4 évente egyszer szül egy borjat. Elég is egy csemete, ha a súlya születéskor 45 kiló vagy annál is több. Bizony, kevés rinó bébi jön világra mostanában. Ezért az orrszarvúból egyre kevesebb van. És ha ilyen marad a születési arány, teljesen kipusztulnak, mint a dinoszauruszok. És kár lenne értük. Hoho, mit is mondott? Ez oroszlán nyelven azt jelentette, egyetlen szafari sem lehet tökéletes nélkülem. Az oroszlánok nem bírják, ha kihagyják őket. Én nézzétek csak, hogy élvezik egymás társaságát. Az oroszlánok csapatostul portyáznak a vidéken. Az apa feladata a csapat védelme. Loboncos nagy szőrzete, melyet sörénynek neveznek, kemény külsőt kölcsönöz neki. Jól lehet az asszony jár vadászni. Az oroszlánok nem túl válogatósak, hogy milyen táplálékot vesznek magukhoz. Ha kevés a hús a szavannán, mert a gazellák elmentek és zebrából nincs egy sem, beérik egyéb étellel is. Elég rossz hír ez a strucpapának meg a tojásainak. Lehet a világ legnagyobb madara, de a nagymacskákkal nem bánik el. Leskelődjünk egy kicsit. Vajon hogy férnek a tojás belsejéhez? Talán ajtó vagy cipzár van a tojásokon. Ezek a tojások oroszlán állóknak bizonyulnak, így a csalódott oroszlánok elkullognak. Ha, és Trucz bácsi visszaülhet a tojásaira. Szerencsére az omletten kívül más is szerepel az oroszlánok étlapján. Ezek a zebrák és gnúk igen incsiklandó falatnak látszanak. Csapatban az oroszlánok mesterien támadnak. Egy testvérpár kiválik a csapatból, és kiszemeli a legfiatalabb és leggyengébb példányt. Egy nőstény oroszlán lesben áll. A két oroszlán hím támadásba lendül, és egyenesen a harmadik karmai közé hajtja a zsákmányt.
Négyből három próbálkozás így végződik. Egy boldog zebra riszálja csíkjait, és egy éhes oroszlán hölgy üres mancsal tér haza. Semmi baj, anyuci, pihent ki magad, kölykeid ugyanúgy szeretnek. Kegyetlen dolog a túlélés törvénye, de Afrikában régóta ez az úr. Az állatok pedig sokféleképp alkalmazkodnak hozzá. Gyorsasággal és okossággal, kitartással és álcázással, összetartással vagy magányos kóborlással. Minden élőlénynek fontos szerepe van. Együttes életük teszik Afrikát ilyen elbűvölő helyé. Hát jöjj és nézd meg Afrikát! Vérvörös napkél, ugye csábít a fény, otthont lelt minden lény, ez tágas és gazdag rét. Ez az élet egy nagy lánc, úgyis minden célhoz ér, és a százféle hang, csupa szép évű dal a nyelv, amit bárki ért. Hát jöjj és nézd meg Afrikát, a világ nagy szívét. Itt úgy összetart minden lény, így akarhat jót. Csak nézd meg Afrikát. Csörtető csordák és száz sógó kis szárny, a záporozó csoda súlyos eső egy monoton ütemre jár. Hát jöjj és nézd meg Afrikát, a világ nagy szívét. Itt úgy összetart minden, csak nézd meg Afrikát. Hát jöjj és nézd meg Afrikát. Hát jöjj és nézd meg Afrikát. Hát jöjj és nézd meg Afrikát. Barátaim, nagyszerű volt ez az afrikai safari. De tudjátok, még rengeteg érdekes állatfaj él gyönyörűséges világunkban. Legközelebb is gyertek velem közös kalandozásra. Addig is minden jót kíván, Bukfenc! Sziasztok! Közreműködött Józsa Imre. Magyar szöveg Fülöp Judit. Zenei rendező ifja Bergendi István. Hangmérnök Polica Imre. Gyártásvezető Rácz Attila. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron az HBO stúdiójában készült. We'll be right back.
Jöhetsz, Leo! És csak ő az úr, a hegyeken túl, meg a réteken. Látod, oly büszke lények, sörényükön csillan a fény. Amivel mosakodnak, az nem szívacs. Néha ülnek fenn a fán, onnan bámulan a család. Elszundít, hát felrázd, csak zavarnád a szép állát. A portjára indul az oroszlán, hát jól vigyázz, hiszen ő a király. Oly remek, ordít, még a föld is reng. Most hallgass, róla szól egy dallam, mire válaszol a királyi hang. Hey, mamma, mamma, leo! Na szaladj! Pajtás, pózolj, hogyha kérlek, pajtás, mindjárt kész is lesz a kép, pajtás. Majd megesznek, úgy szeretnek, apróságot ölve vesznek, pajtás. Pózolj, hogyha kérlek, thank you.
közetsz való nagy család. Mikor ömlik a fény, a ménesünk készen áll, száz szempár rád vigyáz. Ha veszélyes hangot hord felénk a szél, ménesünk megindul, hogy káprázol belém. Nézd, a csíkunk megvéd, mintánk takar. Nézd, egyé kavar, míg a ménes rohan. Nincs semmi baj. Hol dús fűterem, és bőven van víz, ott szél. De ha dúl az a száj, mind útra kér a nép. Fürge párok és kis csekók, csíkok úgy ragyognak, hogy az kápráztató. Nézd, a csíkunk megvéd, mintánk takar. Nézd, egyé kavar, míg a ménes rohan. Nézd, nincs semmi baj. Hát jöjj és nézd meg Afrikát! Vérvörös napkél, ugye csábít a fény, otthont lelt minden lény, ez tágas és gazdag rét. Ez az élet egy nagy lánc, úgyis minden célhoz ér, és a százféle hang csupa szép évű dal, a nyelv, amit bárki ért. Hát jöjj és nézd meg Afrikát, a világ nagy szívét. Itt úgy összetart minden, csak nézd meg Afrikát! A csörtető csordák és száz sógó kis szárny, a záporozó csoda súlyos eső, egy monoton ütemre jár. Hát jöjj és nézd meg Afrikát, a világ nagy szívét. Itt úgy összetart minden lény, így akarhat jót. Csak nézd meg Afrikát. Hát jöjj és nézd meg Afrikát. Nagy titkom, mit jól eldugtam én. Nem látod, de higgy nekem, itt van réges rég. Ne idélj rólam az első percben, ne is próbálj leleplezni engem, vár. Van egy nagy titkom, van egy nagy titkom, van egy nagy titkom, van egy nagy titkom. Ez a védő pajzsom, pajzsom, és nagyon ügyel rám. Úgyhogy maradj távol, távol, a bőrödre vigyázz. A természet lám megsegített, az ellenségeimnek kompec nézd. Ez az én titkom, ez az én titkom.
ne feledd, a látszat néha átkozott túl csak. Ma még ártatlannak tűnik, de holnap meg is már. Ó, van egy nagy titkom, mit jól eldugtam én. Óvatosabb légy, a bőröd többet ér. Nálam lapul a titkos fegyver, velem kiállni senki nem merné. Ez az én titkom, van egy nagy titkom. Ez az én titkom, van egy nagy titkom. És fürgén lépdelned, vagy bolondát ez téged, a kiszemelte béded, így számodra egy árva falat sem akad, és egyéb kellemetlenséged is akad. Az ebédet egyszer csak jól feldagad, vagy a rákacsorát kiüt, és torkódon akad. Egy rakás váratlan meglepetés, felocsúdnál, de te szegény, ez már régen kevés. Fortéja teli az élet, a játék szabályok kemények, fortéja az akad elég, akad elég. Nézd hát a lábad el és a hátad mögé, mert érhet még kínos meglepetés. Ha mindig milliók ellen harcolsz egymagad, akármilyen előnyt használnod, szabad imitált szemek és állöltözetek. Nem könnyű a rengeteg rejtélyes eset. Ahhoz, hogy megúzd ezt a csatamezőt, be kell vetned néhány aknavetőt. Fortéja teli az élet, csodát, ha jól lespréznek. Fortéja az akad elég, akad elég. Lehet méreg, szúrás vagy harapás, elég ügyes vagy, hogy néhány sírt megás. Ha megérzed végre a test melegét, a sötétben vár rád egy este vér. És az ellenség akarna kinyírni téged, fújd fel magad és verd át, ez a lényeg. Fortéja teli az élet, kezedben van a lehetőség. Fortéja teli az élet, az esélyed használ ki, amíg lehet. Fortéja az akad elég, akad elég. Fortéja az akad elég, akad elég. Háho, készen álltok az újabb utazásra? Gondolkodtatok már azon, hogy mitől olyan büdös a bűzös borz? Ki ez a rákkoma ezzel az óriási jobbhoroggal? Hogyan képes ez a bogár célozni és lőni? És miért kapta a gömbhal a pufi becenevet? Hamarosan megkapjátok a választ! Maradjatok velük! Kezdődik a National Geographic igazi vadon élő állatok sorozata! Igazi vadon élő állatok. Titkos állati fegyverek. Téma a láthatáron. Rajta. Cél. Megvagy. Szevasztok, pajtikák! Bukfenc vagyok, a ti vadvilági kémetek! Lessük ki, milyen fegyvereket használnak az állatok a túléléshez! Wow! Ha! Nos hát... Ebben a könyörtelen világban az állatok csámcsokva fajják fel szomszédaikat és fele barátaikat reggelire, ebédre és vacsorára. Így nem csoda, hogy nekik is kellenek fegyverek. Miről van szó? Bizalmas értesüléseim szerint a legklasszabb fegyverek titkosak. Van egy nagy titkom, mit jól eldugtam én. Nem látod, de higgy nekem,
itt van réges rég. Ne idélj rólam az első percben, ne is próbálj leleplezni engem, vár. Van egy nagy titkom. Van egy nagy titkom. Van egy nagy titkom. Van egy nagy titkom. Ez a védő pajzsom, pajzsom. És nagyon ügyel rám. Úgyhogy maradj távol, távol. A bőrödre vigyázz. A természet lám megsegített, az ellenségeimnek kampec nézd. Ez az én titkom. Ez az én titkom. Ne feledd a látszat néha átkozottul csak. Ma még ártatlannak tűnik, de holnap meg is már. Ó, van egy nagy titkom, mit jól eldugtam én. Óvatosabb légy, a bőröd többet ér. Nálam labul a titkos fegyver, velem kiállni senki nem merné. Ez az én titkom. Van egy nagy titkom. Ez az én titkom. Van egy nagy titkom. A kérdés, ha az állatok elrejtik titkos fegyvereiket, hogyan tudjuk meglesni őket? A válasz, titokban megyünk. Rajta nyomozók, nyissuk fel a titkos fegyverek aktájából az elsőt. A blöffölés, vagyis a becsapás, rászedés, illetve szillelés. Segítség! Itt egy szörny fejdíszben! Wow! Igazából ez egy ártalmatlan ausztráliai galléros gyík, aki veszélyesnek próbálja mutatni magát. Senkinek sem tudna ártani, ha csak meg nem érinti valaki az ízléstelen gallérját. Nincs egyéb fegyvere, mint a fura viselkedése, és ha a blöppölés nem hatott, előszedi a B-tervet, a fára mászást! Ja! Íme a kettes számú blöffölő, a szemes lepke. Ha valaki feni rá a fogát, szembenéz a veszéllyel, de hamis szemekkel. Széttárja a szárnyait, oda süssetek. Olyan a mintája, mint egy hatalmas és vérengző bagolyfej. Bölcs állöltözet. Cimborák, kapjatok magatokra maszkot és uszonyt. Tudósításunk következik az óceánban hemzsegő titkos fegyverekről. Hé, szóljon valaki a gömbhalnak, hogy vigyázzon! A muréna uzsonnára vágyik. Ujjaj, ne! Elkéstünk, vagy mégsem? Működésbe hozza a titkos fegyverét, az alakváltoztatást. Nevezhetnénk gömbölyű pocak akciónak is. Teleszívja vízzel a hasát, amitől az úgy felfúvódik, mint egy luftballon. Most már olyan nagy, hogy nem fér be a muréna szájába. Azért menekült meg, mert tekeszre tömte magát, és még diétáznia sem kell, mert a kövérsége nem végleges. Most, hogy megúszta, kilövelli magából a vizet, és ismét karcsú lesz. És most lopakodjunk vissza a szárazföldre, és lessük meg... Fúj! A fegyvert, mely az orrunkra tör... Íme a hármas számú titkos fegyver. Szagoljuk csak. A bűzös borz a hátsóján elhelyezkedő mirigyből egy adag bűzös permetet spriccel ki. Persze csak komoly veszély esetén, mint például most, amikor egy puma zaklatja szegény foltos borzot. De mi ez a kézenállás? Csak nem a borzolimpiára készül? A kézenállás tulajdonképpen figyelmeztetés. Ha békén hagysz, nem büdösítelek be. Ezért a kokiért megfizetek. Húj, ez az illat nem túl csábító. Még jó, hogy ez nem egy szagos film. Oké, srácok, irány Észak-Amerika. Florida, a pálmafák állama. Amutni a levélen egy pajzsbogár a négyes számú titkos fegyverrel. Atléta láb, lábak...
A legerősebb lábak, miket valaha is láttak. Úgy néznek ki, mint a beépített surranók. De erejük rejtve marad, míg a bogár lassan halad. Jobb, ha feltárja titkát, különben az az éhes hangja befalja. A pajzsbogár a lábaival hozzátapad a levélhez. Rángathatod akármeddig, eredménye nem lesz semmi. A tudósok kíváncsiak lettek a pajzsbogár lábainak erejére, így aztán nagyító alá tették. Na hát, a lábai apró ecsetszerű sörtékből állnak, és összesen 60 000 darab van belőlük. Na, hogy a hangya is feladja. Néhány titkos fegyverrel megbirkózik ő is, no de 60 000-rel? 60 000 láb! Jó pár zoknira lehet szüksége. Azoknak a bogaraknak, amelyeknek nincsenek szuperlábaik, itt van az 5-ös számú titkos fegyver. A permet, amely éget. Ez a csípős éles lövészet, azaz a pocsék ízű bogárlötty. Bárki, aki ezt a pöfögő futrinkát zaklatja, a borspermetet a nyakába kaphatja. Kérdezzük csak meg ezt a békát. Jó, itt éget, mint a forró víz. Csípősebb, mint 10 adag csili együtt. Úgy érezheti a béka, mintha nyelvét a tűzbe dugta volna. Elő a bogár kamerával, és nézzük meg a lövést lassítva. Az égető permet a rovar hátsójából lövel ki. Jaj! Juhujá! Huhuhuhaj! Jaj! Ez aztán nagy ágyú a titkos fegyverek között. És most figyelj jól, kicsi, itt a békabőr. Békabőr. Különféle típusai vannak. Síkos, nyirkos és nyúlós. Vagy mint a varangyos békáké, lehet száraz és hepehupás is. Akármit is hallottál róluk, szemölcsöt nem kaphatsz tőlük. De a tulajdonosát nagyon cseles módon védi meg. Tehát mi a 6-os számú titkos fegyver? Már láthatod is. A békabőr. Ha szép, jobb, ha óvakodsz tőle. A ragyogó, káprázatos bőr mérgező is lehet. Az élénk színek figyelmeztetnek. Azt jelentik, jól festek, de kóstolj csak meg, és megbánod örökre. Úgyhogy maradj tőlem távol. Ugorjunk el Afrika keleti partjához, Madagaszkár szigetére. Itt él a paradicsombéka, aki fantasztikus bőrével 2 trükkre is képes. Először is képes kinyújtani a bőrét, hogy nagyobbnak mutassa magát. Ne, teljesen úgy fest, mint egy hatalmas éretlen paradicsom. És ha ez nem riasztja el a kígyót, a béka bőre egy ragadós, enyvszerű, rettenetes ízű szirupot kezd szivárogtatni. Jaj, de ciki. A kígyó állkapcsa összeragadt, és akár 2 napig is így maradhat. Keressünk szegény kígyónak egy fogkefét. Soha többé paradicsomot! Most pedig forgassuk távcsövünket Dél-Amerika északi partvidékének irányába, és szemléljünk meg egy újabb békabőrt. Ezúttal a víz mélyén bujkáló varangyos békájét. Ez a fegyver, mintha kisé lyukas volna. A lyukas bőr persze csak a védelem egy fajtája, amelyre a szurinámi varagynak szüksége van. Ezek a lyukak szolgálnak rejtekül a béka bébiknek. Tudjátok, a legtöbb béka így kezdi az életét. A vízben kel ki, és ebihallá válik. De az ebihalaknak nincsen kezük, sem lábuk. S ha bár rettentő bájosan tekeregnek, mégis könnyű prédák a halak számára. Így, mikor a szurinámi varangymama lerakja a petéit, elhelyezi azokat a hátán, és egy réteg szivacsos bőrt növeszt köréjük. Miután a kiskumák kibújtak a petékből, elrejtőznek az apró kráterekben, amíg pirinyó kis békává nem válnak. Aztán csak egy ugrás, és várja őket a nagyvilág. Szia, mami! Kitörtünk a kráter mélyéről! Riadó, riadó! Némelyik állat nem védekezésre használja titkos fegyverét, hanem támadásra. Vadászni, hogy eldöngesse az ellenfelét.
Figyelem, csak figyelem! Íme a rák elagyabugya verseny. Oké, rákok, fületeket kinyissátok, én vagyok a kommentátor. Az állatvilág egyik leggyorsabb mozdulata a ti ütésetek. Olyan erős, hogy még az üveget is képes összetörni. Így aztán használjátok az ollóitokat, mint a boxkesztyűt! Rázd le, üsd ki, piff-paff-puff! És ha valaki megpróbálná lenyúlni a barlangotokat, egy jól irányzott ütéssel tántorítsátok el! Zúzzátok izzé porrá, de legalábbis hutamítsátok meg! Dobás kombinációk? Könyökcselek, jobb és balhorgok! El ne feledd, használd te is a gyíklesődet! Szemeitek gyorsak és ravaszak, győzelemre vihetik a harcosokat. Ezek a szemek színeket is látnak, és jóformán minden irányba forgathatóak. Ezek aztán professzionális szemek, és ilyen csak a sáskaráknak van. Tehát mindenki a helyére és rajta! Felütés! Vissza a saját térfeledre! Persze nem mindenki képes ilyen klassz balhorogra, de több módszer is akad az ellenség kiütésére. Itt van például a kúpcsiga. Éjféli lakomára támad kedve, épp ezután jár őkelme. Ha megtalálta leendő vacsoráját, csatasorba állítja a hetes számú titkos fegyvert, a mérgezett hegyű szigonyt. A szigony a kúpcsiga testében rejtve marad egészen a támadásig. Szúrása még egy embert is képes megölni. Vigyázz! Mögötted! A szigony gyorsan előre tör és lecsap. A méreg megbénítja a halat, kivéve a kopoltyúját. Tehát még képes lélegezni, de nem tud továbbállni. Így aztán a kúpcsiga lenyelheti egyben. Kaja idő! Hé, a mamád nem tanított meg arra, hogy az ételt meg kell rágni? Oda nézzetek! Az ott egy sok titkot őrző vadász árnyéka. A kígyó... Neki vannak a legklasszabb lábai, biztos nem? Látjátok, a kígyóknak nincsenek lábai, mégis hihetetlenül ügyesen mozognak úgy, hogy az izmaikat neki feszítik a talajnak. Nincsenek füleik sem, de semmi gond. A fejükben lapuló apró csontok észlelik a rezgéseket. Van viszont orruk, de szagolni a villáságú nyelvükkel is tudnak. Szemeik is vannak, de őszintén megvalva, jó néhányuknak nem a látás a fő erénye. A szemüvegre szoruló kígyóknak többnyire vannak titkaik. Mint például ennek a zöld famászó pitonnak, akinek különleges felszerelése van az éjszakai vadászathoz. Íme a furfang. A melegvérű állatok hőt adnak le, amit a kígyó a szeme alatt levő nyitott üreggel megérez. A kígyó a hőt követve leli meg áldozatát. A piros szín jelenti a meleget. Egy melegvérű fogás közeledik most! Na igen, meleg és tollas. Megéri időnként nyugton maradni. Oda süssetek, szivatok! Egy kobra! A tekintetéből ítélve igencsak éhes lehet. A mai menü első rangú patkány lesz, de a kígyónak először még el kell kapnia. Ne féltsétek az alvó embereket, a kígyót csak a patkány érdekli. De merre mehetett? Ott van! A kobra kitárja csukjáját, fenyegetően néz, aztán lecsap! Csak egy apró harapás! Ennyi volt a harcolás! Na várjunk csak, várjunk! Ez így túl könnyű! Miért nem küzdött a patkány? Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt a harapást! Aha! Jól sejtettem! Ez a 8-as számú titkos fegyver! A kígyó méreg! A lényeg nem a harapás, hanem a méreg fogakból távozó gyilkos szer! Ez egy kegyetlenül erős méreg. Ahogy a kígyó kilövelli a méreg fogaiból, megbénítja a patkány testének nagy részét, így az nem tud visszavágni vagy elmenekülni. Ezután a kígyó egy darabban falja fel áldozatát. Szép nyugodtan. Jó étvágyat, jó emésztést. Hé, Pajti! Te mégis merre tartasz? Bukfenc bátyó téged vár.
Csatlakozz a hangyasereghez! Valósítsd meg önmagad! Légy az élet védelmezője! Támadjatok az ellenségre minnyájan, s ha legyőztétek, vihetitek is az élés kamrába. Tanulj hűséget! Sose hagyd cserben hangyatársadat, még ha esőcseppek bombáznák az óriás gombát, akkor sem. Tanulj bátorságot a seregben, hiszen egy hangya sosem rezel be. Légy kitartó, légy edzett, építs hidat a testeddel! A hangya sereg vakmerő, lébe közénk nagy menő, bal jobb, hat láb, hat láb! Ne feledjétek menetelők, a mi titkos fegyverünk, a csapatmunka. Sok lúd, disznót győz, azaz... Figyelem! Most kaptam üzenetet, az emberek azt tanácsolják, hogy óvakodjunk az állatok titkos fegyvereitől. De történnek balesetek. Tegyük fel például, hogy belebotlasz egy fekete özvegybe. Ahogy a kígyónak van mérge, pont úgy van ennek a póknak is. Ha megmar, a méreg nagy sebességgel behatol a véráramba. Az izmaid megmacskásodnak, görcsölni kezdenek, és persze őrülten fájni. A fekete özvegy marása nem móka, de van megoldás. S ha bár a pók nem tud róla, magában hordozza a gyógyulás esélyét is. A gyógyszert antiveninnek hívják, amely a fekete özvegy saját mérgéből készült. Bizonyám, a méreg, amely árthat, segíthet is rajtad, de először valakinek el kell csennie a póktól. Ennek a háznak az alaksorában, a rengeteg lépcső mélyén a Christensen család több ezer fekete özvegyet nevel, hogy mérget nyerhessen tőlük. És egyikőjük sem mutatja a legcsekélyebb félelmet sem. De mit szólnak ehhez a szomszédok? Néhány barátunk járt már itt lent, de a legtöbben inkább a lakásban maradtak. Még a küszöböt sem lépik át. A nyüvek készítik ki őket a leginkább, a pókok nem is annyira. Igen, a nyüvek látványa lehervasztja őket. A nyüvek, az apró légylárvák jelentik az ínyenc falatot a pókok számára. Én jobban kedvelem a brokkolit. Jól sejtitek, megszerezni a fekete özvegy mérgét nem egyszerű feladat. Először is elaltatják a pókot, aztán adnak neki egy kisebb elektromos ütést, ettől az ütéstől a pók termel egy csepp mérget, és így gyűjtik össze apránként. Látjátok? Így lesz fegyver a fekete özvegyből, a saját titkos fegyvere ellen. Nos, 007-esek, a küldetésnek vége! Az állatbirodalom titkos fegyvereit felderítettük. A felpuffadástól, a spriccelésen át, a harapásig és a letapadásig az állatokat bámulatos titkok segítik a túlélésben. És fürgén lép belned, vagy bolondát ez téged, a kiszemelte bédedik. Számodra egy árva falat sem akad, és egyéb kellemetlenséged is akad. Az ebédet egyszer csak jól feldagad, vagy a rákacsorát kiüt, és torkodon akad. Egy rakás váratlan meglepetés, felocsúdnál, de te szegény, ez már régen kevés. Fortéja teli az élet, a játék szabályok kemények. Fortéja az akad elég, akad elég. Hát a lábad el és a hátad mögé, mert érhet még kínos meglepetés. Ha mindig milliók ellen harcolsz egymagad, akármilyen előnyt használnod, szabad imitált szemek és állöltözetek. Nem könnyű a rengeteg rejtélyes eset. Ahhoz, hogy megúzd ezt a csatamezőt, be kell vetned néhány aknavetőt. Fortéja teli az élet, egy csodát, ha jól lespréznek. Fortéja az akad elég, akad elég. Lehet méreg, szúrás vagy harapás, elég ügyes vagy, hogy néhány sírt megás. Ha megérzed végre a test melegét, a sötétben vár rád egy este vér. Fortéja.
és az ellenség akarna kinyírni téged. Fújd fel magad és verd át, ez a lényeg. Forté a teli az ég. Kezedben van a lehetőség. Forté a teli az ég. Az esélyed használ ki, amíg lehet. Forté az akad elég. Akad elég. Forté az akad elég. Akad elég. Szóval ennyit a titkos fegyverekről. De még számtalan vadállat él szerte a mi csodálatos földünkön. Remélem, következő kalandos utazásomra is elkísértek. Addig is minden jót! Sziasztok!